Üdvözlök mindenkit az idei SysAdmin Day-en. Remélem mindenki elkezdte jól érezni magát. Arra gondoltunk, hogy igazából egy dolog az, amit mindenkit összeköt, az, hogy hasonló szakmában dolgoztok, úgyhogy egy kicsit elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mit is mondhatunk nektek, mi lehet egy ilyen kerekasztal beszélgetésnek a témája. Hát nyilván erősen szakmai dolgokba inkább nem folynánk bele, úgyhogy inkább magáról a szakmáról, magáról a SysAdminnak a karrierjéről, lehetőségeiről, és arról fogunk egy picit beszélgetni, hogy a következő néhány évben milyen kilátások nyílhatnak előttetek. Ennek érdekében egy picit kinéztünk a HVSV-nek a szerkesztőségi kapuján, és összeszedtünk néhány olyan embert, akik úgy érezzük, hogy érdekeset, okosat tudnak erről nektek mondani. Én nem mutatom be majd őket, mindenki bemutatja magát, és mond pár szót magáról, úgyhogy szerintem kezdjük is el ezzel. Sziasztok, én Komár Balázs vagyok, az ICQ Kft-től, és én igazából fejvadász vagyok, és egy új vonalat képviselünk ezen a területen, hogy azzal egészítjük ki, hogy igazából meetupokat és szakmai rendezvényeket szervezünk igazából a fejlesztőknek és akár a rendszergazdáknak is. Sziasztok, én Kis Márton vagyok, és az OpenStack nevű ilyen cloud infrastruktúra szoftverrel kapcsolatban próbálom megszervezni itt Közép-Európában a nyílt forráskódú közösséget. Nagyjából közel 3 éve foglalkozok ezzel a dologgal, és mi nem kevesebbet tűztünk ki célul, mint hogy ezen a területen megpróbálunk világuralomra törni. Hello, én Vészi Gábor vagyok, a Prezitől. Egy prezentációs szoftvert csinálunk. Amúgy eredetileg rendszergazda vagyok, most pedig a infrastruktúra csapatot vezetem, tehát rendszergazdák és fejlesztőkkel dolgozom együtt. Hello, sziasztok! Remélem jól hall mindenki. Én Spiller László vagyok az Adecco-tól, IT fejvadász, lehet, hogy sokan ismertek is a hub.hu oldalról. Rólam annyit kell tudni, hogy 10 évig jó magam is az IT szektorban dolgoztam, és az utóbbi 7 évben dolgozom tanácsadói oldalon, és én főleg IT infrastruktúra szakembereket, tehát rendszermérnököket, rendszergazdákat, hálózati szakembereket keresek, és még lehetne sorolni. Itt említése került már, hogy bizonyos szakmai rendezvényeket ti is szerveztek, akkor bele is vágok. Ugye például az Adecco-nak is van egy ilyen saját Adecco IT Akadémia rendezvénye, ahol mi is össze szoktuk hívni a rendszermérnököket, és ott egy mini állásbőrzét is szoktunk tartani, meg hát általában meghívunk mi is szakmai előadókat, akik általában a legújabb technológiákról tartanak előadásokat. Sziasztok, én Szávó Tíme vagyok, semmi reklám. Én vállalati HR-ről jövök, az elmúlt 10 évben vállalati oldalon multi, illetve startupként kezdődő, most már igen híres vállalatnál HR-esként szereztem tapasztalatot, tehát én teljesen más szemszögből fogom megközelíteni azt, mint az előttem szólók. Kiválasztás tapasztalatairól, hogy mi az, amivel szembesülünk, szembesültem én, személyes tapasztalataimról szeretnék nektek beszélni, aminek majd a gyakorlati életben is hasznát tudjátok venni egy HR-es szemszögéből. Oké, köszi szépen. Akkor fel is dobom a témát. Mi megint csak ugye a szerkesztőségből és egy picit a magyar valóságra felülről, de egy kis távolságból rálátva úgy szoktuk látni, hogy egy picit talán lassabban jönnek be hozzánk a modern technológiák, az, ami Amerikában vagy Nyugat-Európában már azért eléggé normálisnak számít, nálunk még. És most ne akarjak olyan szavakat mondani, hogy cloud, meg ilyenek, de sokkal egyszerűbb vagy kézenfekvőbb technológiák is elég nehezen találnak visszhangra. Hogy látjátok ezt, mennyire okoz ez problémát akár a közeljövőben karrier szempontból itthon? Igen, teljesen egyetértek veled, mert például vannak olyan alapvető eszközök, mint mondjuk ugye a scriptek, amelyek segítségével automatizálni lehet bizonyos folyamatokat, jobokat, processzeket, amelyekhez nem sokan értenek olyan jól, és mostanában azt látjuk, hogy elég komplex szakembereket keresnek, tehát mind a mellett, hogy mondjuk valaki jó rendszermérnök, jól ismeri az operációs rendszereket, mondjuk Unix, Linuxban profi,
hálózati területen nagyon jó ismeretei vannak, nem nagyon tudja automatizálni a munkáját. Tehát én azt mondom, hogy a szkriptelés az nem egy új dolog, és nagyon sokan nagyon nagy hiányosságokat mutatnak ezeken a területeken. Holott szerintem az mindenhol előny lehet, főleg egy nagy vállalati közegben esetleg, hogyha valaki olyan területen szeretne dolgozni, hogy a munkáját tudja automatizálni. Tehát ez egy alap dolog, de sokan hiány szenvednek ezen a területen. Ezt jó, hogy említed, mert sokszor találkozunk azzal a problémával, hogy a cloud, mint olyan, azt igazából imádják mindenre ráhúzni, de ez igazából pusztán azt jelenti, hogy egy automatizált, virtualizált környezet, és ezt azért elég komplex megoldani. Gábor, ti ilyen rendszereket használtok, azt hiszem, és ebből napi tapasztalataid vannak. Igen, szóval nálunk azt hiszem két embert vettünk eddig föl, aki így szigorúan rendszergazda. 60 mérnök van kb. Összesen, és mi igazából a fejlesztőktől várjuk el, hogy üzemeltessék a rendszereiket, és aki ilyen rendszergazda beállítottságú, azon dolgozik, hogy ezt meg tudják tenni. Tehát nálunk konkrétan úgy indult, én voltam az első rendszergazda a cégen belül, úgyhogy én kb. Az első egy évben azon dolgoztam, hogy automatizáltam mindent, amit én tudok. És utána most, amikor jön egy fejlesztő és nyír egy új szervizt, akkor ő neki már kb. Csak így a meglévő recepteket kell használni és összelegózni azt, ami kell neki. Az kb. Jól is működik, amikor meg nagyon nagy probléma van, akkor elvárjuk, hogy annyira legyen okos, hogy a legtöbb problémát meg tudja oldani a fejlesztő is, mivel egy Linux kernel hibaüzenetet kb. Ugyanúgy fog debugolni, mint az alkalmazásában a hibaüzenetet. És mellette ott van 2-3 kolléga, aki, hogyha nagyon nagy baj van, akkor föl lehet hívni és rá tud nézni a problémákra. Én annyit tennék hozzá, hogy vállalat típus is meghatározza azt, hogy mire van szükség, mert teljesen máshogy működnek azok a cégek, ahol rugalmasság van, és ahol olyan technológiákat használhatnak, ahova nyitott a vállalatvezetés és a szakemberek arra, hogy például open source technológiákat használjanak, és vannak nagy multi cégek, ahol 2-3 éves lemaradás van, mert egyszerűen olyan hosszú egy projektnek a folyamata vagy az átvitele, hogy nem tudják korábban megvalósítani azt, hogy váltsanak akár egyik programnyelvről a másikra, egy up-to-date-ebb technológiára, egy korszerű, frissebbre. Amit én tapasztaltam, az az, hogy ebből kifolyólag már a keresésekkor jelentkezik az, hogy a munkaköri specifikációk és azok a kompetenciák, akár szakmai, akár személyes oldalról, amiket mi HR-esként keresünk, azok változnak. Tehát egyszerűen be kellett a skillsetbe olyanokat építeni, hogy elvárás legyen az, hogy igenis valaki tanulni akarjon, és saját erejéből ne csak képzésekre eljárjon, vagy hozzon egy alapképzést, amit mondjuk az egyetem vagy a főiskola megadott neki, hanem igenis menjen, keressen utána, képezze magát önerőből, és ez már bizony már az első előszűrőnél, tehát már a HR-esnél úgy, hogy még a szakmai oldalra el se jutott valaki, alapkérdésként felmerült, amikor a személyiségjegyeket vizsgáltuk, hogy megvan-e az, az ability, hogy tanuljon és képes legyen önmagától fejlődni. Tehát ez valahol már az első toborzás és kiválasztási lépésekbe is beépül. Hogyha már az oktatás az feljön, akkor én tényleg mindenkinek azt tudom mondani, hogy a legtöbb meetupra menjen el, amit lát a neten, mert a kapcsolatrendszer és maga az a volt kollégákkal való kapcsolat az nagyon fontos, hogy ugye alapvetően nem biztos, hogy minden évben egyszer tudunk itt összejönni, hanem minden héten vannak szakmai rendezvények, és érdemes egy kicsit kinyitni magatokat, mert érdemes elmenni akár egy JavaScript meetupra is, hogy nézzétek meg, hogy hogyan automatizálják a különböző cégek a saját szoftvereiket, vagy akár tényleg egy hobbiból elkezdtek tanulni egy Pythont, de tényleg nálunk a keresések nagy része az már nem sima rendszergazdai keresés, hanem tényleg DevOps-ra kérnek minket, hogy találjunk DevOps-os embereket, és nagyon nehéz ilyen embert találni. Ugye hát tesztelés, üzemeltetés és fejlesztés egyben, ezt nem kell szerintem nektek mondanom, de magunk is, hogy jobban értsük a fejlesztőket és tesztelőket, mi is Python oktatásra járunk egyébként a cégnél, mint fejvadászok, szóval szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy akár a kollégáktól tanuljatok valamit, ami sokkal jobb. Én még annyit fűznék hozzá, hogy az nagyjából látszik, nem biztos, hogy Budapestről még teljesen, hogy egy hatalmas paradigmaváltásnak a közepében vagyunk benne, tehát azok a dolgok, ahogy eddig üzemeltettük a IT rendszereinket, ezek jelentősen megváltoznak,
És itt tényleg a kulcs az, amit Gábor is említett, hogy automatizálni kell. Tehát amit eddig kézzel végeztünk, azok automatizálva lesznek, és ezeket a dolgokat a szoftverek elvégzik helyettünk, és nyilván utána mindenki arra tud koncentrálni, hogy üzleti érték, tehát nem kell repetitív feladatokat elvégezni egymás után. A másik oldalról, hogy valószínűleg az meg egy rossz hír a rendszergazdáknak, tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek, de valamilyen szinten az illik megtanulni programozni, mert ezeket a recepteket egész egyszerűen nem fogják tudni érteni, nem fognak tudni belejavítani, hogyha nincsenek meg ezek a skillek, hogy érti, hogy mi történik ott belül. Nyilván ugye ebből fejlődött ki ez a DevOps-os szerepkör, ami azt jelenti, hogy értem a rendszergazdai tevékenységet, meg hogy értem, hogy hogyan működnek hátul a folyamatok, meg a hálózatok, meg ezek a komponensek, de természetesen, hogyha valami szoftverbe bele kell nyúlni, akkor valamilyen szinten bele tudok nyúlni. Tehát valószínűleg az elkövetkezendő években, aki csak fejlesztő, vagy csak sysadmin, nem nagyon fog tudni boldogulni ebbe az új világba, ami bekövetkezik itt a IT fronton. És annyit még hozzátennék, hogy valamilyen szinten előnyben vagyunk, mert ez a meetup világ nagyon erős itt Budapesten. A másik oldalról meg azt el lehet mondani, hogy ez nem csak közép-európai probléma, hanem még Európában is nagyon konzervatívak a vállalatok, és nagyon az elején járunk ennek az egész cloudos automatizált útnak. Egy mondat erejéig tennék hozzá, mert pont ugyanezt szerettem volna kihangsúlyozni, csak más szemszögből, hogy maga a munkakörök. Tehát az, ami klasszikusan operational system admin pozíció, vagy rendszergazdai pozíció volt néhány évvel ezelőtt, én úgy tapasztaltam, hogy ez már szinte nem is létezik, de megszűnni látszik. Tehát pont ahogyan az előttem szólók mondták, olyan ismeretekre van szükség, ami sokkal komplexebbé teszi ezt a területet, és nem elég egy végrehajtói, üzemeltetői, vagy klasszikus rendszergazdai feladatkör, ez kibővül. Ha megnéztek egy külföldi álláshirdetést, bárhol, mi San Franciscóról beszélgettünk, bele van írva az elvárásokhoz már x darab programnyelv, aminek az ismeretével rendelkeznie kell egy system adminnak is. Én még hagyd tegyem gyorsan azt hozzá, hogy egyébként, mint rendszergazda, mindenki azt mondja, hogy én nem tudok programozni, és nem vagyok programozó, de ez nem igaz. Tehát higgyétek el, hogy nagyon sok embert interjúztatok, aki azt mondja, hogy én rendszergazda vagyok, nem tudok semmit, aztán az interjún kiderül, hogy néhány esetben profibb, mint egy programozó, aki jelentkezik. Tehát az, amit ti csináltok, az ugyanúgy programozás, csak mással programoztok, mint egy átlagfejlesztő. De viszont lehet fejleszteni ezeket a skilleket. Tehát amit szerintem a legjobban meg tudtok tanulni, az az, hogy amikor egy új elvárás van, tehát új programnyelven kell mondjuk programozni egy környezetbe, akkor minél gyorsabban lehessen ezt fölvenni. Ehhez pedig például az teljesen jó, hogy van egy olyan könyv, hogy Seven Languages in Seven Weeks, azt hiszem, ami azt csinálja, hogy kb. Egy heti kurzus csinál minden nyelvből, 7 nyelven gyorsan végigfut, és így a nagyon alapokat nagyon gyorsan megtanuljátok. És utána, amikor elmentek egy új munkahelyre, ahol mondjuk 3 új nyelvet kell megtanulni az első hónapban, akkor ezt teljesen simán veszitek, nem lesz probléma, és mindenki boldog lesz veletek. Igen, én még annyit fűznék hozzá, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy külföldön is hasonló elvárások vannak, hiszen ugye nekünk van egy International Mobility programunk, ami azt jelenti, hogy mi ide is fogadunk ugye jelölteket, meg mi viszünk külföldre is, tehát Finnországtól Írországig, Spanyoltól Franciaországig, Németországtól Ausztriáig rengeteg IT infrastruktúra keresésünk van, és azt látjuk, hogy ott is egyre nagyobb a munkaerőhiány, és egyre nagyobbak a követelmények, egyre komplexebb szakembereket keresnek. Tehát mit tudom én, az ugye ma már nem újdonság, hogy egy jó rendszermérnöknek kell értenie a virtualizációhoz, storage-okhoz, clusterekhez, stb. Most még sorolhatnám ezeket a kult szavakat, de ugyanúgy nehéz megtalálni oda az embereket, mint mondjuk például ide Magyarországra. És mondjuk itt még szóba jött az, hogy ugye nagy vállalatoknál ritkán vannak open source projektek. Én ismerek egy-két olyan nagy vállalatot, van egy-két olyan partnerem, akiknél bizony vannak open source projektek, és élen járnak abban, pedig a legnagyobbak között vannak. Én még az oktatáshoz akartam visszamenni egy percre, tehát a codeacademy.com gondolom az nagyon sok embernek megvan, de ez egy ilyen nagyon bevezető, tényleg ilyen 0.1-es verzió arra, hogy megtanulj programozni. De igazából ugyanúgy, ahogy az oktatás működik távon, ugyanúgy lehet távmunkában is dolgozni. Tehát nálunk nagyon sok olyan megkeresés van, főleg Amerikából, hogy mi lenne, hogyha az éjszakai műszakokat kiváltanák itt Magyarországon, mivel hogy nem kell fent maradniuk és extra pénzt fizetniük, hanem itt egy normális fizetésért tudnak embert alkalmazni.
Tehát ez is egy olyan új lehetőségeket teremtő dolog, ami megvan és adott, és szerintem ez nem azt jelenti, hogy most az ember nem tud még DevOps-ul, de nagyjából egy év alatt szerintem teljes mértékben át lehet formálnatok magatokat, mert tényleg erre több példát láttunk, és nagyon sokan érdeklődnek ezért, és nagyon sokan jönnek be hozzánk beszélgetni, hogy merre tudnának előre menni, és pont az jön ki, hogy gyönyörű sztorikat lehet ebből kreálni, és sikeres, mert igazából azt szoktuk mondani, hogy ha ugye elkezded ezt a folyamatot, és azt mondod, hogy te beszeretnéd vállalni, hogy oké, akkor menjünk előre, és a munkáltatót is meg kell érteni, hogy ugye aki idézőjelben junior DevOps-os, az valószínű, hogy kevesebb pénzt fog kapni, de az nagyjából egy évig kell így fenntartanod, egy picit lejjebb mész, és utána sokkal nagyobb mértékben növekszik a fizetésed is, hogyha már erről is kell beszélni, mindenkit érdekel a pénz szerintem. Tehát így is lehet alkalmazkodni a munkaerőpiachoz, és most még nagyon jó időben vagytok, hogy ezt elkezdjétek szerintem. Én egyébként azt szeretném javasolni mindenkinek, akinek van erre egy kis affinitása, hogy kezdjen el kicsit ebbe a témába mozgolódni, mert konkrétan pont a mi cloudos területünkön azt látjuk, hogy jelenleg munkaerőhiány van. És nem csak itt nálunk Európában, hanem az Egyesült Államokban, meg Ázsiában, mindenhol. Egész egyszerűen a cégek nem tudnak fölvenni annyi szakképzett embert, akik értenék ezeket a DevOps-os cloudos technológiákat, hogy olyan rém sztorik keringenek a levegőbe, hogy nagyon nagy cégeknél egy Python könyvvel az ember a hóna alatt kap állást. És tényleg aki az első között lép be egy ilyen technológiába, amiről most azt gondoljuk, hogy valószínűleg itt lesz két év múlva is, mert látjuk a számokat, és iszonyat növekedés van mögötte, és nagyon nagy komoly cégek mögé álltak. Úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon jó lehetőségek vannak. Nem megvárni azt a 3 évet, amíg tényleg kicsúszik az ember lába alól a talaj, és akkor tényleg már ilyen középmezőnybe próbál meg belépni ebbe a történetbe, hanem igenis meg kell próbálni ugrani egy nagyot, és az elsők között becsatlakozni. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy nagyon sokan meg azt gondolják, ez egy ilyen nagyon sztereotíp dolog, hogy az open source szoftvereket tényleg ilyen magánszemélyek, ilyen garázsokban, meg sötét helyeken így egy ilyen szakadt pólóba próbáljuk meg összerakni, és ez messze nem így van, most már eljutott az open source arra a szintre, hogy a legtöbb nagyvállalat, meg enterprise egész egyszerűen open source fejlesztőket alkalmaz, akik egy dedikált szoftveren dolgoznak. Például én ismerek olyan fejlesztőt, aki az elmúlt 3 évben 4 cégnél dolgozott, és igazából ugyanazt a szoftvert fejlesztette, egész egyszerűen csak az iroda változott, meg a munkaadója, akitől a fizetést kapta. És hogy ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy ez az open source egy kicsit másfajta karrierutat is jelent, mint amit a legtöbbünk használ. Tehát, hogyha valaki tényleg el tud érni eredményeket, előbb-utóbb fel fognak rá figyelni ezek a nagy cégek, és fókuszba tud kerülni, és sokkal előrébb tud lépni ezen a karrier ranglétrán. Hogy látjátok, hogy a következő néhány évben lesz egy olyan beruházási hullám, mondjuk így a magyar és szélesebb értelemben, nem csak a startup kultúrára nézve, szélesebb értelemben vett IT beruházási hullám, ami egy kicsit megváltoztatja, felkavarja ezeket a lehetőségeket? Mármint Magyarországon? Magyarországon belül? Hát én egyelőre nem látok különösebb hullámokat. Ugye azt látjuk, hogy itt különböző stratégiai megállapodások köttetnek a legnagyobb cégekkel, tehát én mondjuk ilyen szempontból optimista vagyok. Tehát azt mondom, hogy rengeteg lehetőség van, és nyilvánvalóan ezt nagyon sokan felismerik külföldön, és én mondjuk számítok rá, hogy lesznek újabb beruházások, és teremtenek újabb munkahelyeket, illetve hát most is ismerünk olyan cégeket, akik rengeteg új pozíciót teremtenek folyamatosan. Tehát a legnagyobbaknál ezt tapasztaljuk, tehát én úgy nem tartom kizártnak, hogy lesznek újabb szereplők is a piacon. Hiszem, abszolút így van. Tehát mi látjuk azt, hogy a amerikai cégek azért jönnek ide, mert egyszerűen Amerikában már nem lehet felvenni embereket, ezért megéri nekik nyitni itt egy irodát. Utóbbi fél évben azt hiszem 2 ilyen cégről is tudunk, aki San Francisco-i sikeres cég, és ide jött Budapestre. A másik pedig, hogy mennyire várhatunk hullámokat olyan területen, ahol eddig senki nem tudta elképzelni. Olvashatok utána, hogy az angol állami informatika hogyan alakul mostanában át.
eszmélet annyi, miket csinálunk. Tehát a legmodernebb startup mentalitással csinálják most az angol állami befektetéseket, és már most egyértelmű eredmények vannak, sokkal olcsóbban, sokkal gyorsabban tudnak mindent megcsinálni, mint korábban bárki. És amikor ezt publikálják, konkrétan beszéltünk onnan egy srácról, aki mondta, hogy most külföldi ilyen csoportok érkeznek hozzájuk, hogy tanulják, hogy ez hogyan működik. Tehát hogy szerintem még az is elképzelhető, hogy pár éven belül a magyar államigazgatásban is csak open source használunk, ilyen agilis mentalitással fejlesztünk mindent, és észszerűen csinálunk dolgokat, ami nagy változás lenne. Az egyik említett cég egyébként rajtunk keresztül jött, és náluk igazából az volt a cél, hogy nagyon okos embereket találjanak meg, tehát nem számított semmilyen tudás. Igazából megtanították arra, tehát a képességet keresték, hogy képes legyen arra, amit ők használnak. És szerintem ez a Prezinél is ugyanígy van. Hogy azt a motivációt találják meg benned, amire szükség van. Szerintem nagyon sok lehetőség van, ami jön, tehát három céggel is tárgyalunk, akik startupokként és nagyon izgalmas technológiákat használnak, és nagyon diverz dolgokat, és itt akarnak Budapesten központot nyitni. Ezek ilyen 300-500 fős cégek, tehát még nem az a nagyon nagy méret, ami mondjuk egy szuper, hiper, multi, hanem egy ilyen kicsit családiasabb startup, és egy budapesti side irodával kezdenek. És nem csak fejlesztőket. Keresnek. Tehát volt olyan DevOps-os keresésünk, hogy 10 DevOps-ost akartak egyszerre felvenni, és egyszerűen nem tudtuk őket kiszolgálni, mert nincs ennyi szakember. És azt mondták, hogy bárhonnan hozhatunk nekik, máshonnan sikerült, de én azt szerettem volna, hogy mindenképp magyar emberek dolgozzanak itt. És ami még az infrastruktúra oldalon számít, én azt látom, legalábbis a legtöbb fejlesztőtől én azt hallom, hogy ugye magát, infrastruktúrát ma már venni nem igazán éri meg, inkább bérelnek, és megint ugye mondjuk egy Amazonban, vagy bármilyen másik privát cloudban élnek a cégek, és ezeket kell tudni automatizálni, és minél több ilyen automatizáló szoftvert, architektúrát ismertek, annál nagyobb előnyötök van a munkaerőpiacon. Ehhez két dolgot szeretnék még hozzátenni, ha már ez a mai nap rólatok szól, és benneteket ünneplünk valamilyen formában, hogy legyen valami, amit haza is visztek ezután a beszélgetés, vagy ezután a nap után. Az egyik az, hogy milyen jelentkező hiány szakmák vannak, amit mindenki megtalál bármelyik országra levetítve, mert ezek olyan statisztikai adatok, amit mindenki közzétesz, ha más nem az adott kormánynak az adott honlapján, és itt bizony jelentősen informatikai szakmák zöméről beszélünk, bármelyik kontinens nézzük, akár tőlünk keletre, akár nyugatra, akármilyen távolságban. Én többet megnéztem, megmondom őszintén, nem volt olyan, ahol 100%-os hiányban Java fejlesztőket ne találtam volna a listán. A másik dolog, amit pedig hozzátennék, hogy pont ebből kifolyólag, amit a Balázs is említett, hogy jönnek cégek, pozitív és optimista jövőkép van. Ezek a cégek és ezek a befektetői tőkék nagyon sokszor külföldről jönnek, ezért az angol nyelvtudás az, amire szükség van. Én nap mint nap tapasztaltam azt, hogy voltak olyan kereséseink, hogy ott volt a jó jelölt személyiségjegyeibe, szakmai tudásába, de kellett a nyelvtudás az adott pozícióhoz, és egyszerűen nagyon jelentősen szelektálva lettek a jelöltek, mert a szakmai angolon kívül egy mondatot nem tudott szóban beszélni, és nem tudta volna az amerikai kollégákkal, vagy a kint ülő kulcsfontosságú kollégákkal a kapcsolatot tartani. Tehát amit én szeretném, hogy hazavigyetek, mint jó tanács, az az, hogy a szakmai tudáson, képzésen, a folyamatos önképzésen túl a nyelvtudásra is érdemes odafigyelni. Pont ezért, mert lehetőségek lesznek megtalálni a szakembereket, bizony itt sokan a színpadon küszködünk, hogy megfeleljenek minden elvárásnak. Én mondjuk még azt látom, hogy valamilyen szinten mi azért az indiaiakkal versenyhelyzetben vagyunk elég komolyan, és egyre több cég jön rá arra, hogy nagyon komoly kulturális különbségek vannak, és emiatt egyre inkább fókuszba kerül ez a közép-európai régió. De nyilván ugye rengetegen dolgoztatnak ott, és mi akkor tudunk megmaradni ebben a szerepünkben, hogyha a munkaerőpiacon megtalálják azt a réteget, akit ők tudnak alkalmazni. Mert egész egyszerűen azt kéne valamilyen szinten megtanulni, vagy én azt látom, hogy ez a változási képesség, hogy valami újat megtanulok, és nyitott vagyok az új dolgokra, ebbe azért még volna mit erősödni a magyar
magyar piacnak. És ez mondjuk oké, nem csak Magyarország, hanem ez konkrétan ez a közép-európai régió. Tehát, hogyha egy kicsit nyitottabbak tudnátok lenni, és tudnátok foglalkozni ezekkel az új technológiákkal, mert egész egyszerűen az látszik, hogy ez a paradigmaváltás, ez megtörténik. Tehát, hogyha ha tetszik nekünk, ha nem, ez véghez fog menni, és egész egyszerűen, hogyha nem vagyunk rá felkészülve, vagy nem vagyunk rá elég nyitottak, akkor megint ki fogunk esni ebből a nagy IT versenyből. Így van pontosan, és ezzel teljes mértékben egyetértek már, mint amit a rugalmasságról, meg a nyitottságról mondtál, hiszen hogyha körülnézünk a környező országokban, én például azt látom, hogy mondjuk a szerb munkavállalók sokkal nyitottabbak, sokkal mobilisabbak, akár technológiák tekintetében is sokkal gyorsabban képzik magukat, vagy hogyha mondjuk a románokról beszélünk, ők megint csak sokkal mobilabbak. Tehát mit tudom, egy románt ide Magyarországra elhozni, dolgozni nagyon nehéz, mert inkább nyugatra megy. Tehát olyan szintű a mobilitásuk. Még ugye a magyarokra ez nem annyira jellemző, bár tudjuk, hogy most nagyon sokan dolgoznak külföldön, én ugyanakkor azt látom, hogy nagyon sokan is jönnek vissza. Amit még hozzátennék ehhez, hogy valóban a közép-európai régióból egyébként a legnagyobb a kivándorlás, ezt most így globális szinten mondom, és ezek főleg nem csak a nyugat-európai régióban, hanem az északi régiókba irányulnak. Tehát Norvégiába, Finnországba, Svédországba, ott is rengeteg IT pozíció van, és nagyon sok embert fel tudnak szívni. Nyilván sokkal versenyképesebbek a bérek, tehát mondjuk, hogyha mit tudom én amerikai bérekről beszélünk, akkor itt hoztam magammal néhány grafikont, egy rendszergazdának az átlag, éves átlag fizetése ez egy ilyen 72 000 dollár. Most csak így mondtam egy összeget, ami viszont egy kutatáson alapszik. Tehát nyilván teljesen más összegekről, meg feltételekről beszélünk. Én azt mondom, hogy jó lehet elmenni például külföldre, hogyha ez a téma már egy szóba jött, de én azt mondom, hogy érdemes azután, miután az ember ott sok mindent megtanult, visszajönni. Én úgy látom igazából, hogy azok a cégek, akikkel mi dolgoztunk, nagyjából... Amúgy most nem hasraütésszerűen beszélek, de ezeket az összegeket Magyarországon megfizetik. Tehát nem azt jelenti, hogy el kell innen menni, hanem olyan tudással kell rendelkezni, amivel el tudod ezt érni. Igazából az adók miatt nyilvánul meg ez az összeg nettóban máshogy. Tehát azért a szuperbruttó azért egy nagyon nagyot dob ezen a dolgon. Én nem vagyok negatív, de akiket mi közvetítettünk külföldre, tehát nagyon sok embert, nem akarok most itt számokat mondani, mert elszomorító, hogy mennyien akarnak elmenni, de azért megvan a hazai légkör, és én szerintem pont a ti korosztályotokat, akik családosabbak, ők nem nagyon akarnak elmenni igazából, és nekik van lehetőség itthon, én azt látom, és nem kell elmenni ahhoz, hogy többet keres. Oké, mielőtt túl hosszúra nyújtanánk az ebéd közben a beszélgetést, zárszóként meg kérlek, mondjatok néhány olyan egy-két, maximum három technológiát vagy attitűdöt, amit azt mondjátok, hogy a következő néhány évben érdemes elmélyülni benne, mert szükség lesz rá. Ruby, Python, Node.js. Ez így, ha elég, de... Hát a Python az mindenféleképpen Puppet vagy Chef, amelyik szimpatikus, és Continuous Integration, meg Continuous Deployment, az nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtudjátok, hogy ez mi fánterem egyáltalán. Én ugyanezt mondom. Majdnem ugyanezt mondom, tehát általában, mivel a szkriptelési nyelvek, virtualizációs technológiák, és hát az angol nyelvtudás. Nem nagyon tudok már mit hozzátenni, csak ismételni az előttem szólókat. Személyiségben nyitottság, komplex tudás, ismeretek, önképzés. Rendben, köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm.